Sziasztok! Ez itt az Élet Savaborcsa legújabb epizódja, és itt van velem a konyhában Lack Fihános. Sziasztok! Költő, író, többszörös apuka, többszörös nagypapa, de ez igazából most mind mellékes, mert hogy többszörös paprikás csirke rajongó is. Igen, nagyon szeretem a paprikás csirkét, nagymamám is nagyon jól főzte, anyukám is nagyon jól főzte. Feleségem valamilyen ritkán, de ő zseniálisakat főz, egyéb mindenféléket, úgyhogy igazából nem vagyok én panaszos e tekintetben. De egy jó csirkepörkölt, azért az egy jó csirkepörkölt. És a jó csirkepörköltnek igazából a lelke szerintem, és nem csak szerintem, hanem a fia szerint is, a Nokedli. Hát igen. Viszont te ugye rögtön azzal kezdted, hogy csináljunk csirkepaprikást, de Nokedli nélkül, mert hogy elválasztó diétán vagy. Amit szeretném, hogyha elmondanál nekünk, igen, hogy miért. Igen, hát egy kicsit úgy szeregettem föl a kilókat, megint amikor... Köszönöm szépen, hát ez már annak az eredménye. Szóval ledobtam egy 7-8 kilót, mert már úgy nehezen lettem magam. Ugye én 15 évig sportoltam, meg most is az, hogy heti 1-2 sport meglegyen, az ilyen nagyon vitális, mert ilyen zizegős ember vagyok, és megesz a fene, hogyha nem tudok egy labda nyomába eredni valami módon. És aztán tényleg már éreztem, már szuszogtam, már dagadtam, már álltam én, és akkor elszántam magam, és most már lassan, már több mint egy éve ilyen szétválasztós diétára fogtam magam, ami azt jelenti, hogy délig ilyen csak gyümölcs, és akkor délbe kelsz. Én biztos ezt csináljam. Az is egy jó megoldás egyébként, nem mindig tudom megengedni magamnak. És utána pedig vagy fehérje és zöldség, vagy szénhidrát és zöldség, és akkor fehérje és zöldség kombó után kivárom a 4 órát, amíg így az átmegy rajtam, és utána előről kezdődik a kaland, és ugyanez a szénhidrát az 3 óra. De mondjuk hasonneműt azt tehetek, vagy mondjuk tudom, zöldséget, vagy ilyen ropogtatós, akár micsoda, az úgy megy még. És hogyha igazán keményen csinálom, akkor este, mondjuk például sport után, este már nem eszem, csak gyümölcsöt megint. Oh. És van egy nagy kertünk, úgyhogy rengeteg mennyiségű gyümölcs, úgyhogy rögtön megyek ki a napmeleg szőlőt eszegetni, vagy ami szóval azért az nem egy rossz. Tehát nem, mondjuk nem egy ilyen spártai, vagy csak itt figyelni kell az időpontokra, hogy körülbelül mikor is, meg nem tudom. Azt találtam ki, hogy mivel a Nokedli az mégiscsak a része a csirkepaprikásnak, mert ugye a csirkepaprikásnak a lelke szerintem a szaft. Tehát igazából a csirke nem is annyira kéne bele, és most remélem, hogy érzed, hogy milyen különleges illata van ennek a csirkepaprikásnak. Én azt mindjárt el fogom mondani neked, hogy ez mitől ilyen különleges, mert ennek van egy irodalmi vonatkozása. De először most térjünk vissza a Nokedlira, mert hogy szerintem tehát az úgy hozzátartozik a csirkepaprikáshoz a Nokedli, mint egy férjhez egy jó feleség, aki nem akarja elnyomni, hanem csak egy kiegészítést támogatja és segít neki, és erre te ki akartad onnan lökni nekünk a Nokedlit. Na tessék. De én túljártam a te erre rakni a Nokedlit később, és akkor letelik a 4 óra, és akkor megeszem a Nokedlit. Ennyi. Mert úgy gondoltam, hogy fogok túljárni, a te elválasztó diétad eszén, vagy ezt most gyorsan berakom a mikróba, ami ez. És nyílik? Igen. Szóval, hogy egy fritátát fogunk csinálni, ami nagyon izgalmasan hangzik, de ez igazából egy kicsit ilyen tojáslántótaszerűség. Tehát benne van, ami a Nokedli, egy kicsit Nokedlivé teszi a tojás, de hogy izgalmasabb legyen, ezért rakunk bele spenótot. A spenótban ugye nagyon sok a vas, ez a gyerekek nagyon szeretik. És most, hogy megyünk bele az őszbe... Csak nem elég az egy vaslapátot még nyalogathat mellé, tehát ez biztos... Szerintem tudjuk le a vas bevitelünket a spenóttal, és most, hogy megyünk bele az őszbe, kell is szerintem a vas. Sőt, tudod, mi kell? Kell is a vas. Igen. Lack Fihános most kap egy kis vasat, acélt, hogy elég acélos legyél. Nem, most viccelek. Tehát azon kívül még, hogy megyünk bele az őszbe, kell egy kis D-vitamin. Egy kis gyümölcslével, ami megmelegszik. Megkínálhatlak? Köszönöm szépen. Azért, hogy apukaként, hogyha legelsőnek lerobbansz, és beteg leszel, azt nem engedhetjük meg. Hát most jó rég nem voltam beteg, úgyhogy már Istenem. Akkor most ez azonnal kopogjed le. Na, és szerencsére közben a vaj is elkészült. A vaj is elkészült. Mármint, hogy nem mit csináltuk sajnos? Nem, tök van. Isten. Csincsin. Képzeld el, hogy én magyar-angol szakon végeztem, és magyar szakon a diplomamunkámat az Bohunécki Szefiből írtam. Megvan? Hát úgy... Nem baj, ha nem, mert viszonylag keveset szokták ismerni. Én is azért választottam őt, mert hogy nem értem nagyon sokan. Hogy az ember olyat választ szakdolgozat témának. És a Bohunécki Szefi inkább ilyen női témájú könyveket írt.
És ezért voltak benne nagyon jó receptek. Oh. Mert ugye a főszereplők is cserélgettek egymással recepteket. Szuper vagy, ha nem fejezzük be ennyidat, akkor, akkor szeretném ezt összekevernéd az újhagymával, okay. ezzel, és beleütögetnél, hát uh-huh. szerintem legalább 6 tojást. Jó, így, így csak ilyen kézzel lábbal durbelebum, igen. Mármint, hogy nem kézzel kell kevergetned, egyet tudok neked adni. Na, gyere. Ha kijön, vagy az lehet, hogy kijön. Úgy, tökéletes vagy. Hát azért, mondjuk, hogy majdnem. Régebben beképzelt voltam, most már tökéletes vagyok. Az én szemében te tökéletes vagy. Szóval a Bohócki Szefi könyveibe is persze tökéletesek voltak a kaják. Ráadásul úgy csinálták az egyik, tehát amikor elkérte az egyik nő a másiktól a receptet a regényekbe, akkor mindig meg, persze szívecském így kell csinálni ezt a süteményt, de mindig egy hozzávalót kihagyott belőle, hogy nehogy már szomszéd asszonyok is olyan jól sikerüljön. Hát igen. Na, és az egyik ilyen regényében találtam egy szuper jó paprikás csirke receptet, amitől, nézd csak még egyszer, azért ilyen jó illatú, mert hogy tudod, mi van benne? Na, megsúgom, nehogy a nézők is meghallják. Téli szalámi. Téli szalámi? Képzeld el, tehát a paprikás csirke. Az igen. Az a téli szalámitől lesz is nagyon finom. Nyáron téli szalámi. Már már ősz van. Igen. Úgyhogy az én nagymamám az, azt hiszem, hogy szívszélhűdést kapná, hogyha megtudná, hogy téli milyen szalámi. Milyen állapotban? Tehát úgy bele van darabolva, vagy túl visszalva? Beledarabolom, és ment bele még paprika is, meg egy kis paradicsom, mert hogy nekem ez a mániám, hogy sok zöldséget kell enni. Viszont mivel nekem van egy másfél nagyon finnyes gyerekem, ezért mindent leszoktam turmixolni. Aha, mert nyilván a csirkét nem, de a szószba mindent bele turmixolok, és akkor nem tudja kipiszkálni. Ez a trükk. Na, ez tök jó. És ez így körülbelül így néz. Én csak két gyerekre főzök, de hogy te sokkal többre szoktál. Hát igen, most a visszaállás van, mert ugye három gyermekem már házas, tehát ők nem otthon élnek, és tojás bele, 1, 2, 3, 4, az összes. Menjen 6 legalább, nézd, elég nagy a stáb, úgyhogy mindenki arra vár, hogy végre elkészül. Oké, jó. De én amúgy, én amikor így főző kanalat fogok, akkor leginkább azt szoktam, hogy így összecsapni ilyen zöldséges akármiket, vagy mirelit, vagy saláta ízesítésben sem vagyok annyira rossz, mondják egyhangúan a szemben. Mert mivel szoktad ízesíteni a salátát? Hát mindenféle kis szegfűszer, kis ízé, kis mustár, kis citrom, kis ugye kertből, ezek mi kertünkből vannak, ezek a kitűnő fűszerek. Uh-huh. Igen, ez akár már. Szerinted abból mit lehet rádobni a gombára? Hát én bármit rá szoktam, sőt, szóval én azt szoktam csinálni, hogy az egész bagást fogom, hát mondjuk talán a paprikát azt mindenki magának adagolja. Megfogom, és akkor egy ilyen ollóval így összeaprítgatom, és akkor egy kis fű is keveredett bele, de legális, tehát, hogy ilyen pázsiti jellegű. Szerintem ez nem baj. Abrak, igen. Mert hogy a paprikás csirke mellé a fritáten kívül fog még csinálni ilyen vajas gombát, jó, és akkor milyen azokat rádobálnánk a gombára. Igen, abszolút. Volt egy specialitásom, egy hamis ratatouille, amit a Franciaországban voltunk, kaptam egy ösztöndíjat, és így bejártuk a gyerekekkel Franciaországot, és tengerparton voltunk éppen Perpignan közelében, és ami otthon volt, azt így összeszkvacsoltam az egészet, és akkor konzervkukorica, meg bab, meg nem tudom én, meg paradicsom, meg paprika, és pont az nem volt benne, ami egy igazi ratatújban van, padlizsán. És akkor ezt úgy valami hússal így összesütöttem, és kis fűszerek, kis bor alá, meg nem tudom, és akkor kérdezték a gyerekek, hogy mi ez, és ez volt ugye a neuralgikus pont, mert hát hogyha azt mondom, hogy lecsó, mert tulajdonképpen az volt, igen, akkor az kész halál, és akkor mondtam, hogy hát ez ratatouille. És ezt még nem is hallották, és ratatouille a legfinomabb étel kellett hozzá a tengerpart, mert ugye ott a jó kiéheztek, meg mit tudom, de ez így megmaradt, hogy a ratatouille. Figyelj csak, János, én kérdelem, hogy mégiscsak visszatérni még egy kicsit a te fogyókúrádhoz. Mondd csak, egyrészt, mert rendkívül fölnézek mindenkire, aki tud fogyókúrázni. Azért kicsit, mert, hogy fölállok egy sámira, hogy föl tudjál nektek nézni rám, mert így akadályozok. Mert hogy én mindennek ellen tudok állni, csak a kísérletesnek. Nem, mondjuk én is nagyon keményen fogyókúrázom két étkezés között, úgyhogy mindjárt abba is hagyom az én fogyókúrámat. De én úgy tudom, hogy neked azért mégiscsak volt ilyen speciális ok annak, hogy elkezdtél fogyókúrázni, mintha lett volna ebben a történetben egy ing. Ja, hát az igaz, az is ott állt, igen. Ez közben ide bedugom, mit szólsz? Ugye most ment férjhez, negyedik gyermekem, Johanna lányom. Hú, akkor már 4 pipa?
Hát három pipa ilyen, értem, mert jó viszik az árut, szóval azért a hatból hát, három az nem jó rossz. Jó termék, rossz. Igen. Gratulálok. Ezeket így elizélem, mert sokkal egyszerűbb most, mint amikor rárohad, nem? De ennek azt álltam ki, hogy még akkor ezt megtöltjük, és akkor ezt majd is elkészül. Jó, töltsük. Hát ennek ilyen kidobni. Jó, persze, hát nem. Ja, jó. Akarsz ecsetelni még? Hát, ecsetel, olyan jól ecsetel, csináltad az előbb. Köszönöm, és ecsetel közben ezt az esküvős. És ecsetelem az esküvős. Tehát Johanna lányom eleve úgy született, ez is egy hosszú történet, úgyhogy le fogom rövidíteni. Tehát úgy született, hogy a feleségem minden órás volt, és már tolófájásai voltak, meg minden, hát tudtam, mégiscsak negyedik gyerek. Uh-huh. És az orvos meg ilyen laza volt, és hazaküldt, hogy anyuka, ez még csak jóslófájás, menjen haza, majd szívbajt kaptam, hogy jön haza. Én ugye a hárommal játszottam kertbe, és mi van? Én már készültem, hogy viszem a táskát, nem tudom. És akkor még ott ő vasalt, és mondtam, hogy inkább egész életem a járok gyűröttem, mert úgy vasalt, hogy baromi jól bírja a fájdalmat, hogy és akkor így, hát mondom, ez őrület, hát nagyon vagány, de ezt nem kell, vagy szóval mondtam én. És akkor aztán este 9:30 körül sikerült rávenni, hogy na, akkor feküdjünk le. Hátradől az ágyban, és azt mondja, hogy, és én is ott szépen hátradők, és azt mondja, hogy jön. És azt mondta, hogy ekkorát ugrani még nem látott, így mint a gazella. És így dobtam, téptem le magamról a pizsamát, és már vettem fel a telefont, és akkor áthívtam a szomszédasszonyt, meg aztán sógornőmet, hogy váltsa a szomszédasszonyt, meg hívtam a taxit, nem volt kocsink. És akkor mentünk taxival, és hallottam, hogy ő nagyon fújtat hátul, és akkor imádkoztam én az első ülésen, imádkozott ő a hátson. És más már üvöltött volna, ebből tudtam, hogy ebből a fújtatásból. Aha. Megérkezünk a kórházhoz, ő a MÁV kórháznak 5 bejárata van, ő ahhoz vezényelte a taxit, amelyiken őt kiengedték délután, de hát az már zárva volt. Viszont ült ott egy portás, ez egy olyan gyönyörű paradoxon, hogy ott ül a portás. Az zárt ajtók előtt. A zárt ajtók mögött, Washington zárt ajtók mögött. És hát így, én kiugrottam, kifizettem a taxist, kiugrottam, és kérdeztem a Julitól, hogy mit segítsek, vagy mit csináljak. És azt mondta, hogy kapd el. És így oda nyúltam, és így a popsia Johannának a kezembe volt. Ő meg elkapta valahogy a hónaljánál fog. Szoknya volt rajta, úgyhogy mi lett volna a gatya, hogy útkereszteződés, vagy nem tudom, hogy mi. Na mindegy. És akkor ez így történt, és ott álltunk, és én levettem az ingemet, és ott álltam félmeztelnül, könnyékig véresen, az ingbe betekertük a babát, és ott volt a feleségem, ott a kis tócsa, és így ott álltunk szeptember 22-ig, az elég enyhe estében, és akkor a taxis közben addig verte ennek a derék embernek az ajtaját, ennek a portásnak, amíg az be nem engedte, és mondta, hogy ő nem bírja viszont a vért. Aha. A kórházi portás, pályalkalmassági vizsgát, bírja a nevét? Nem. Akkor maga kell nekünk, mert testvére van. Az itt biztos nem lesz. Előbb-utóbb csak följutottunk. A portás beleordított a telefonba, fölhívta a szülőszobát, hogy itt egy asszony szülni akar! Tehát már nem akart, mert már régen már szült. Már túl volt rajta, igen. De nem mondta meg, hogy hol. Úgyhogy a szülészek nem indultak el, mert hát gondolták, hogy megvárnak inkább, aha, mint hogy itt szaladgásszunk abban a nagy épületben, Batár nagy épületben mindannyian másfelé. Na mindegy, szóval így az aszfalton született Johanna, és azt az inget én viszont megőriztem, amiben... Mert és aztán kaptam egy ilyen kórházi kis köpenykét, ilyen pecsétest, és akkor eszembe jutott, hogy be kell még menni a kisboltba ottan a környékünk az éjjel-nappaliba, mert a gyerekeknek kell holnapra kenyér. És akkor megvettem a kenyeret, és hát ismert a srác engemet, de nem tudta, hogy mivel foglalkozom én, és úgy köszöntett olyan, hogy viszlát, Doki! És mondtam, hogy csáó! Tulajdonképpen, ha valaki levezette ezt a szülést, az én voltam. Így van. És ennyike. Túl vannak értékelve az orvosok. Azt hiszem én is, el kell kapni, és kész. Csak jó megfelelő jó helyen, ütemben kell elkapni. Jó végére kell odaállni az asszonynak. Gyereknek, meg az asszonynak. És akkor aztán az volt, hogy ezt az inget én hazamentem, úgy beáztatgattam, meg hideg vízbe rögtön kimostam, meg minden. És mondtam, hogy na jó, elteszem akkor a Johanna esküvőjére. És hát aztán már egy idő után nem jött rám olyan nagyon, és akkor az ebben a ilyen fogyókúrázós, vagy diétázós, vagy akármilyenes életmódváltós dologban az is benne volt, hogy hát nagyon közelgett már az ő esküvője, ami meg is volt most augusztusban, és simán belefértem az ingbe, úgyhogy ezt az örömapai beszédben is elmondtam, hogy
ez az ing. Kicsit koszlott, kicsit ilyen, kicsit olyan. Még a kis vérnyomokkal, de már ne, az annyira nem látszik, csak hát olyan viseltes az ing. Úgyhogy fölvettem. De hát ez egy szuper jó történet, meg egy szuper jó születéstörténet is. Hát igen, igen. Egyébként ő marha jól érezte magát, tehát ennyit van, és így nézelődött, ennyit szólt. És, tehát ez teljesen. És azért is nem tudtuk, mert ugye előtte ugye dokik szültek helyettünk, tehát hogy amikor a oxitocint benyomja, meg amikor a Kanári-szigetekre akar menni nyaralni, akkor így, így sorba szültek a nők, mint a katonák. És ezért nem tudtuk, hogy milyen az, amikor a gyerek tényleg ki akar jönni. De hogy ez tényleg annyira különleges, és így kiindulva se egy gyerekeimben, ott mindig mindenki, tehát ami az egyiknek jár, az jár a másiknak is, hogy a többiek nem kezdtek el féltékenykedni, hogy akkor tessék őket is egzotikus hát, körülmények között megszülni. Nem volt, hát neki ez volt a specifikum. Egyébként amúgy is egy ilyen hirtelen természetű valaki, tehát olyan, mint Tigris a micimackóban, hogy így megint így egy ilyen szenvedélyes ölelése felborítja az embert. Egy nagyon-nagyon-nagyon helyes kis nő, és ez a fajta impulzus jellemzi őt, de hát mindenkinek megvan a maga specifikuma. Tehát ahogy a világba érkezett, az megmaradt az rendület. Igen, ez benne van de most is. Vajon kitől örökölheti ezt a rendületet? Jaj, nem tudom. A családban mindenki visszafogott, és ül egy sarokban, és várja, hogy egyszer rákerül. Nagyon ritkán így néha kihizetsz magadból egy verset. Igen, meg nagy nehezen, igen, eleve a szavakkal bajba vagyok, tehát nehezen jönnek. Tehát egy vicces félretéve, milyen mennyiségben sikerül ezeket így produkálnod ezeket a műalkotásokat, mert úgy hallottam, hogy régen a feleséget szerkeszted, de hogy ő már egyszer nem bírja a tempót, nem bírja olyan gyorsan olvasni. Hát volt, hogy igen, volt, tehát hogy régen sok mindent meg, vagy több mindent meg tudtam mutatni, mert csak hát ma már tényleg ennyi mindent nem nagyon lehet. Vagdaljam? Vagy te vagdalod? Azon tűnődtem, hogy vagy az a típusú férfi vagy, aki tud egyszerre beszélni és vagdalni. Ja, akkor kipróbáljuk, jó? Itt ez egy ilyen kísérlet lesz. Adok neked egy ollót. Profi nem vagy, csak úgy vagdalom. Volt valahol egy olló. Itt egy olló. Ó, de ügyes vagy. És még keresni is tudsz, ez egy fantasztikus tulajdonság. Jó kerese. Te vagy az első férfi, aki ismerek, aki tud keresni. És meg is találja. Elveszteni is tudok. Jó, hát különben hogy hívják ezt, az egyensúly meglegyen, ezért elveszteni is tudok. Na, gyere csak. Szóval, hogy egy kifejezetten termékeny szerzőnek számítasz. Igen, igen. És nem csak a gyerekek szempontjából, hanem... Igen, életfunkciószerű nálam az írás, tehát hogy nagyon, hogy mondjam, nagyon... Tehát ugye eleve az élet annyi témát sodor felém, hogy nagyon sokba belefogok, és nem is tudom már megírni, mert egyszerűen fizikailag annyit nem tud írni az ember, meg nem is kell mindent megírni, de nagyon sok minden van, amit viszont nagyon szívesen írok meg. És nagyon izgatott vagyok, hogy mit fog szólni a Bohunicki Szefi combjához. Igen. Szefi néni combjához és melléhez. Hát meg Szefi néni szószához. Nem mai lány, de azért biztos jó a combja. Na megnézzük, mit tud. Ez biztos, hogy mindent is. És a szósz. Milyen? Jó kor szósz. Nagyon finom. Nagyon. Adok neked még rá szószt. Igen. Mert hogy ez a lényeg. Ez a baj, most már nekem is nagyon sorog a nyálam. De nem beleadt a tányérodban, ne aggódj. Nagyon finom. Hát figyelj nyugodtan. Finom. Akkor jössz máskor is? Hát jövök máskor is. Jaj, jó. Jövök. Köszönöm. Gyertek ti is, ezzel búcsúzom, és akkor legközelebb találkozunk egy újabb meglepetés vendéggel. Sziasztok. Hello.